Jó estét kívánok! Remek a hangulat a stúdióban, már benne vagyunk a legfontosabb futball témákba, de majd azért más sportágokat is érintünk. Ez itt a kezdő kör, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélője. Túl vagyunk a húsvéti, hát nem tudom, illat, özönön, kaja, kómán, bár például Kajzer Tomi nemrég ebédelt, úgyhogy lehet, hogy ő elalszik. Csak lájtosan, most megint újra 670 tetszett diéta. Hát, ma még szénhidrátot nem pedig vittem. Pedig felesleges. Tehát a Pest egy ilyen fél nagy nyuszit azért betoltam, tudod, de diétát úgy kezdesz érőtte, és jó, Pest azért jó rátézni, és egyiket egyszer csináltunk tényleg a diéta, mint sport, ki mit próbált ki, milyen eredményekkel büszkélkedhetünk. De hát tele vagyunk filigrán, és erre semmilyen területen nem szoruló vendégekkel, tehát Kajzer Tomi mellett itt van Németh Krisztián. Jó estét. Én már szénhidrátot vittem ma már. Sose hittem volna. És Horog László, aki gondolom meglocsoltak, Laci, kicsit még csillog a fejed. Diéta holnaptól vagy hétfőtől. De neked nem kell, neked nem kell. Nem, gyerekkoromban se jártam locsolni, úgyhogy ez nekem kimaradt, úgyhogy nem most kezdem el. Nem volt rá késztetésem, tehát. Nem presszionáltak a szüleim, hogy hozzak az a pénzt, és aztán így az elmaradt. Na jó, hát én írtam fel ilyen kvázi hevenyészet adásmenetet, de ha már benne voltunk ebben a beszélgetésben, folytassuk, mintha nem is lett volna adásszignál. Jó, ugye, de azért tudják már nézők, hogy miről beszélünk. Igen, el fogom mondani, arról ment a diskurzus, hogy korrupciónak nevezhető-e az, hogy ugye a Barcelona középhátvédje egyben most már tudjuk, hogy fantasztikus sok területen mozgó üzletember is. Ugye Gerard Piqué a Superkupa Szaúd-Arábiába költöztetése kapcsán. A spanyol Superkupa Szaúd-Arábia költöztetése kapcsán, amiről eleve maga az ötlet annyira bornírt, és mivel megvalósult, tudjuk, hogy nyilván csak a pénznek lehetett hozzá köze, mert hogy ezt sportszakmailag az égvilágon semmi nem indokolja, de hogy hát itt a néhány... Szuperkupát sem. Néhány... Tehát sportszakmailag a Superkupát sem indokolja. Meg lehet magyarázni, van azért hagyománya a világban, még sok értelme nincs is, ez igaz. De hát itt néhány százezer euró gazdát cserélt, részben nyilván azért is, mert az arabok úgy gondolták, hogy ezzel is népszerűsítik azért egy... Néhány millió? Hát az néhány százezer, csak kicsit, több, mint néhány százezer. Igen, tehát hogy ugye egy világbajnokság évében vagyunk, amit szintén majd az arab világban rendeznek, ott tényleg semmi nem drága most azért, hogy a csúcsfutballt odavigyék, miközben a saját bajnokságuk 372 fizető néző előtt zajlik. És hát így került oda a spanyol szuperkupa, és hát kijött egy hír, hogy ugye Piqué cége nem keveset kasszált ezen, de nem üzletileg, a hír nem erről szólt, hanem hát, hogy korrupció történt. Most ezen vitatkoztunk, hogy korrupció ez, ha valaki mondjuk jogdíjat kap azért, mert oda szervezi egy eseményt. Jutalékot. Ez az, amit a mozi nem fizet ki nekem, mikor azt mondom, hogy figyelj Zoli, ez mennyire egy jó film, és menj el, nézd meg. Vagy amikor te elviszel engem színház, vagy megmondod, itt ezt a darabot nézzem meg. És az örökséget például. Az örökséget, így van. Most ezt a csütörtökön lesz az igézőben, oda mennék. Igen, lesz. Tudsz jegyet intézni? Még majd megbeszélünk, okosba vagy. Valamit juttatok. Jó, csak ugye itt a rend kedvéért arról, mert az, hogy mondjuk a szövetség elnöke ezért pénzt kap zsebbe, már pedig ugye a hír az arról is szól, hogy a szövetség elnöke pénzt kapott zsebbe, az azt gondolom, hogy azért az ott olyan korrupció közeli. Na de erről szól a dolog, nem, hogy a... De Piqué igazából... De nem Piqué fizette ezt véletlenül? De nem Piqué cége vitte ezt a spanyol szuperkupát? Mert ugye ő tudjuk, a Davis Kupa riválisát létrehozó nagy sorozatnak is az ő cége. Tehát, hogy ő most már egy olyan sportszervező, sportmenedzser cégnek a világszínvonalú és szintű képviselője, amely hát nyilván benne van a nem mindig feltétlenül fehér sportbizniszben, és hát azért az nem mindegy, hogy ez a cég lefizet valakit, hogy vigyel hogy a szuperkupát megrendezhessék máshol, adott esetben a spanyol szövetséget, vagy pedig az arabok neki jutalékot fizetnek azért, hogy nála legyen. Tehát a megnevezés azért nem arról is szól, hogy Piqué is keresett ezzel olyan potom 4 millió eurót. Szerintem egy teljesen tiszta konstrukció, 24 milliót fizettek az arabok. Piqué azt mondta, hogy 8 Barcelona, 8 Real Madrid, a másik két klub kap 2-2. Tehát akkor kijön a 20, a Piqué a 4. És még volt egy mondat, hogy hát leeshet még az araboktól nekünk is 1-2 millió. Ez lehetett az elnöki jutalék, de hogyha ez 24, akkor ez számszakilag stimmel. Az más kérdés, hogy én korrupciót ebben nem látok, ez egy 15-20% közötti jutalék a Cosmos nevű cégnek, ami nem kevés, de hogyha ez az ára annak, és valószínű Piqué azért került a képbe, hiszen ő használta a kapcsolatrendszerét a két nagy klubnál és a két kicsinél, mert az elnök ebben nem akart belemenni. Tehát ez egy jó üzleti döntés, az araboknak, ha ez ennyit megért, akkor én nem látok ebbe kivetni valót. Én azt gondolom, hogy pont ezen gondolkoztam a reggel, hogy a Barcelonának, mint klubnak van egy olyan
hát hogy is mondjam, a renoméjához, mint hozzá tartozza, főleg amikor, és főleg a hívei a Real Madriddal vetik össze, hogy van egy történelmileg mocskos, piszkos eszközökkel dolgozó, mindenkit megvásárló, általában a bírók kegyeit élvező nagy ellenfél, és van a Barcelona, ami az eszmeiség, a tisztaság, a több La Masia, a több mint egy klub, a saját, a filozófia. Nyilván nem akarok ezen vicceskedni, de hogy azért adott esetben az is előfordul, hogy a Barcelonál se mindenki a grállovagok erkölcsi magasságában él, csak hát ők nehezen fogadják el, ha azt írja valaki, hogy Piqué korrupt volt. Ha ez mondjuk a Real Madrid elnökéről jelenik meg egy ilyen hír, akkor szerintem nem kérdőjelezik meg, hogy ez mekkora korrupció volt. Tehát jellemző, hogy például hol jelent meg? Tehát a Marca az a Real Madrid újságja, a Barcelonai Sport pedig a Barcelonáé. Tehát nyilvánvalóan vannak itt mögötte üzleti érdekek, és hát a Barcelonában is látjuk azt, hogy 1,3 milliárdos adósságnál ott véletlenül nem mindenki patyolat tiszta. Hát igen, és akkor a nemzetközi focival, hogyha már így belemerültünk, akkor folytassuk is azzal, hogy belevolt nekem. Ja, és nem forintban, hanem euróban. Tehát ja, egyébként még azt akartam kérdezni, hogy mikor fog bármelyik arab világbeli cég, mondjuk a Magyar Szuperkupáért. Pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy életre kellene hívni újra, mert lehet kapós lenne Szaúd-Arábiában is. Aztán nem is azon gondolkozni, hogy ki nyerte utoljára a szuperkupát. Nálunk nem is volt ilyen. Hogy ne lett volna? Tényleg. Volt, amikor nem rendezték, meg volt, amikor azért nem rendezték. Hát Fradi Újpest volt elvileg. Volt egy emlékezetes Fradi Honvéd, ugye? Igen, de volt, amikor azért rendezték, mert ki se írták a szuperkupát, és volt, amikor a lebonyolítás olyan volt, hogy ha ugyanaz nyerte a kupát meg a bajnokságot, akkor azért nem rendezték meg. Ugye ott a komoly tradíciói vannak ennek, vagy komolyabb, ott akkor is megrendezik, hogyha ugyanaz nyeri az összes sorozatot, mert akkor mit tudom én, játszik a bajnok, meg az ezüstérmes, vagy, mm-hmm. vagy akit éppen úgymond választanak. Most tényleg ebben nem vagyok képbe, hogy a spanyol szuperkupa, hogy 4 csapatos. De milyen szisztémában van a 4? 2 a kupából, 2 a bajnokságból? Hát Németországban is hasonló rendszerű. A szuperkupa elvileg a bajnoknak és a kupa győztesnek az összecsapása, az 2 csapat. Igen. Másik 2 az hogy kerül oda? A szuper. Az a Real Madrid meg a Barcelona. Ja, értem. Mindenki szuper. Tehát nálunk ugye ezen a héten lesztek egyébként a Magyar Kupa elődöntői. Sőt, ma meg holnap. Igen, mindenki, aki hivatalos sportújságíró, az már csörgeti az ostort, hogy legyen Fradi Újpest, mert az mekkora nagy ünnep lenne. De ebben még ugye a Paks, meg a Győr belerondíthat, nyilván utóbbinak van kevesebb esélye a Ferencvárossal szemben. Szerintem most ezzel az Újpest ellen a Paksnak sincs. Ennek a Paksnak. Hát minden esetre azt gondolom, hogy tényleg egy jó, az Al-Ittihad stadionjában jövő vagy idén szeptemberben egy Fradi Paks Magyar Kupa döntő, vagy szuperkupa döntő. Érdekes. 24 millió forintért. Én el fogok ma menni Paksra, és várom azt. Biztos a mérkőzést. Tehát a mi életünkben vannak dolgok, például a volánnak a menetelése, tényleg megbojdult a város. És Pakson nem gyilt voltak a jegyekért, de lezárták az értékesítést, és a... De neked jutott, Laci? Sikerül bejutnom. És az elnököt hívtam, hogy még egy barátom szeretne jönni, megvásároljuk a jegyét, én a vendégül szerettem volna látni, és mondta, hogy nincs, nem megy, mert neked fogalmad nincs, hogy a mi életünkben ilyen még nem volt. Ez egy 19.600-as város, és nekik ez most egy olyan lehetőség, hogy utána a Puskás stadionban megnézhetik a csapatukat. De jó, tényleg szeretek úr, oda járni. Én voltam ott veled, és nem csak azért volt nagy élmény, hanem én nagyon az nagyra, volt a megy. Nagyon nagyra tartom ezt a Paksi projektet, és egy nagyon komoly sportvezető vezeti azt az egyesületet, Haraszti Zsoltnak hívják. Szerintem többet dicsérted ebben a műsorban, mint bármelyik Fehérvár. És érdekes, hogy egy debreceni ember számára, hogy a Hidrofehérvár AV19 döntős a Zebelbe, nekik ez különösebben sokat nem jelent, megnyerték a kupát. De egy ilyen város életében ez tényleg rendkívüli fontosságú, mint ahogy meg fogom nézni, nyilván nem megyek el holnap Győrbe. Vagy? Biztos, vagy. Hogy nem. Tévén megnézem. Tehát kíváncsi vagyok arra a csapatra, amely le tudta győzni a mi Fehérvár Egyesületünket. Hát én mondtam, hogy merüljük el a nemzetközi futballba, ebből most Paks lett meg Győr, de azért megérkeztünk. Visszatérve. Mit szóltatok a nemzetközi fociporondon ezekhez a történésekhez? Az elmúlt héten ugye lezajlottak a negyeddöntők az európai kupákban, és hát ami mindenképpen az egyik nagy vihart kavart dolog, ugye ez az Atletico Madrid City mérkőzésnek, mondjuk ugye az utolsó fél órája, a negyed órája volt, ahol egy kicsit én tényleg ilyen nagyon régi szép idők köszöntek vissza, mert ebben a
ma már tényleg azt mondom, hogy a média meg minden által, a közösségi média által rettenetesen magunktól eltávolított világban már nem voltak meg ezek az emlékeim, mikor azt látta, hogy tényleg két csapat így agyonrúgja egymást, meg kidobálja egymást a pályáról, meg egyébként megyei szinten megy a lögdösödés, a köpködés, miközben elvileg Európa két domináns csapata játszik egymással. Tehát a lényeg az, hogy ugye a City végül is azzal a módszerrel jutott be az utolsó fél órát tekintve az elődöntőbe, amit Simeone Atletikójának szoktak inkább felróni. Egy kis antifutball, egy kis erre-arra rúgdosás. De hát összességében azért mégiscsak ők fociztak ebben a párharcban. Úgyhogy én jogosnak tartom, hogy ők ott vannak, és hát elég jó kis elődöntőkre van kilátás. Na, Frankfurtnak először is gratulálok. Én az egy másik kupa, de majd arról is beszéltünk. Nem tudok hozzászólni, annyira utálom a Manchester City-t, hogy ezt el se tudom mondani. Guardiolát, tehát én Guardiolát imádtam, mint játékos. Tehát szerintem a világ egyik legjobb futballistája volt. De ez, amit művel a csapataival, meg igazából ő tipikusan szerint, tehát hogy biztos, hogy óriási edző. De hogy a Jürgen Klopp kis ujjában, kis túlzással több van, mint az ő fejében, abban egészen biztos vagyok. De én nagyon nem szeretem ezt a Cityt, én nagyon szurkoltam az Atletico-nak. A többi pár, ez teljesen papírforma volt, itt szerintem borult. Hát nem tudom, ugye az Atletico gyakorlatilag a két mérkőzés, a második mérkőzés első fél idejének, nem tudom, 20. percében lőtt először kapura. És? Igaz, hogy tudjuk magyar szakértőt, hogy a játékot gólok nélkül kell értékelni, tehát nem akart igazából az Atletico semmit azon kívül, hogy tényleg a legvégén aztán már mindent egy lapra feltéve. Viszont tényleg lett belőle egy ilyen irgalmatlan, kemény rúgdosódás, lögdösödés. Nem tudom, a papírformát illetően azért, amiről mindenképpen érdekel a véleményetek, az a Real Madrid-Chelsea párharc, ahol pedig... Mit csinált a Chelsea? Gyakorlatilag úgy járt a Real, ugyanúgy jutott tovább, mint egy körrel előbb, hogy a Paris Saint-Germain négy fél időből mondjuk háromba lefociszta, csak jött az egy 10 perc, amikor a Madrid meg hirtelen karaktert villantott, mert ez nem tudok mást mondani, ők a bajnok csapat. Én szerintem egyébként nem fociszta le a négy fél időből háromszor a Real a Chelsea-t. Nem, fordítva mondom. Vagy a Chelsea a Real-t? Hát tulajdonképpen a... Ja, igen, akkor igen, jó, bocs, félértettelek, mert ugye az első meccsre is azt mondják, hogy na ott a Real, meg mit tudom én. Nem, ott az Benzema, meg ugye a Chelsea-nek a kapusának a bohózkodása is az, hogy... Gyakorlatilag szerintem ilyen 10-es skálán 3,6-re védett körülbelül, tehát hogy... Benzema nekem soha, Benzema nem volt, soha nem volt szimpatikus, de meg nem mondom, hogy miért. Valahogy soha nem kedveltem, de hát nem egészen... Nem kérni tőle kölcsön videókazettát. Egészen elképesztő. Nem lennék Valbu ilyen a barátja. Hát igen, egészen elképesztő magasságokba tör a srác, úgyhogy le a kalappal. A srácok lassan velünk egy idős, vagy hát majd ott körül van mindig. Hát mi is srácok vagyunk. Hát az idén az aranylabdát nagyon komolyan jósolják igen, bár persze még ne kiabáljuk el, mert úgyis Messi kapja a végén. Szerintem Messi kapja, ezt akartam mondani. Teljesen mindegy, hogy mit csinál. A Piqué kapja, csak meg Messi, nem? Csak 4 millió futja rá. Csak van annyi lóvé. Az jutott eszembe, ami tényleg a Laci mondott egyszer, és azon nagyon sokszor visszaidéztük különböző témák kapcsán, hogy a falakban benne van-e. És hogyha valamiről szól ez az egész Real Madrid történet, ez arról szól, hogy vezethetsz ellene, lefocizhatod, játszhatsz jól is, lehetsz még ráadásul nagy csapat is, nem egy kezdő, a BL színvédője ugye a Chelsea, vagy volt. És aztán jön az a 10 perc, amikor csak egy kicsit érzed azt, hogy már jó vagy, vagy engeded el, vagy nem figyelsz oda, vagy nem megfelelően meccselsz, és a Real Madrid tényleg ilyen extra klasszisokkal, mint Modric vagy Benzema, pofán vág, úgyhogy utána viszont még most se tudják, hogy estek ki a Chelsea, de lehet, hogy a Paris Saint-Germain se. Elkezdtek félni a kapusok Benzemától, visszakapcsolódva Cristianhoz, én se tartottam sokra, nyilvánvalóan nem tudtam megmagyarázni, miért. Volt vele egy nagyon jó interjú World Soccerben, ahol azt mondta, hogy nem gondolom magam a világ legjobb futballistának, de szerintem a csatárok között az ötben ott vagyok. És ez valószínűleg igaz, sőt talán most még előrébb. Az a Saint-Germain az gyakorlatilag megnyerte azt a párharcot, és óriási hibázott Donnarumma, akit én a világ legjobb kapusának tartok az EB óta. És
Most pedig a következő körben ugyanúgy elkezdtek félni a Benzemától, és ez egy óriási dolog, egy csatárnak ilyen karizmája van. Én lényegesen többre tartottam posztriválisait még a francia válogatottban is, de úgy gondolom, hogy ahogy a Sevilla elleni hétvégi meccset is lerendezte, tehát olyat tud a mérkőzés döntő szituációiban, hogy ez az ember nem hibázik. És ez a lényege. Én nagyon fiatal kora óta kedvelem, még a Lyonban szerettem meg, és volt egy gondolat, ezt most hallottam, amikor azt nyilatkozta már mostanában, tehát tényleg a világ legjobb csatárainak egyikeként, hogy neki nem számít, hogy ő hány gólt lő. Őt nem érdekli, hogy egyébként betalált egy mérkőzésen. Ha ő úgy érzi, hogy nem tudott a csapatnak hozzájárulni a teljesítményéhez, nem tudta eléggé segíteni, akkor ő nem elégedett. Szerintem ez egy elképesztően nagy hozzáállás valakitől, aki egyébként tényleg elképesztő mennyiségben termeli a gólokat, és simán megtehetné, hogy csak azt várja, hogy neki fölrugdossák a labdákat, és majd ő rugdossa, meg javítja a statisztikákat. De azért ne bánts már Ibrahimovicsot, légy szíves. Ronaldóra gondoltam, de őt most szegényt ne bántsuk, mert tényleg borzasztó tragédia történt a családjában. Szóval, hogy ez a fajta mentalitás is valahogy az egész Real Madridban megvan. Én nagyon kíváncsi leszek amúgy, hogy általad új kedvelt Cityvel akkor majd mire mennek. Tényleg, amit a Laci tudjuk folyamatosan idézni, nem véletlenül, reális. Tehát a City nincs benne a falakban. Hát, hogyha ebből indulunk, akkor ez egy lerendezett elődöntő, egy kilencszeres BL győztes játszik valakivel, aki eddig még csak nyomozta ezt a trófeát. De hát én azt gondolom, hogy tovább. Ezzel együtt azt gondolom, hogy itt a City az esélyesebb. Visszatérve egy picit az Atletico-hoz, hogy azon a meccsen azért kiütközött a intelligencia hiánya az edzőnek, aki egy nagyon jó futballista volt, és elmondhatatlan akar nyerni. Simeone? Igen. Csak az a fajta, cizellált viselkedési norma, az nála nincs meg. És a végén, ahogy viselkedtek, hogy ez a gúnyos tapsok, tehát én úgy gondolom, hogy a Simeone egy dolgot nem tanult akkor meg, sem a pályafutás alatt, játékosként, edzőként sem, hogy emelt fővel veszíteni. És ez mondjuk a sportnak egy döntő tényezője kellene, hogy legyen, amit a Guardiola egyébként túlértékelt edzően, hogy Mourinho annak idején mondta Ivan Rakitic, aki a csúcson volt a Barcelona irányítójaként, hogy a világ legalul értékelte futbolistája. Én úgy gondolom egyébként a Guardiola kapcsán, hogy a világ legfelül értékeltebb edzője, hiszen azért a Bayern München háromszor játszott elődöntőt, mint a háromszor simán elverték. Egy évvel korábban a Jupp Heynckes 70 évesen 7-0-ra eltakarította a Barcelonát, és megnyerte a Dortmund elleni BL döntőt. Tehát amit ő tud edzőként, azt Tuchel biztosan tudja, és tudják még szerintem 3-4-en. És ezt a Barcelonát valóban felépítette, csak arról már kevesebb beszélnek, hogy egy évvel korábban Frank Rijkaard BL-t nyert velük, és ennek a csapatnak az alapjait letette. Az más kérdés, hogy aztán egy látványosabb focit játszott a Guardiola, de a végén Barcelonában már csak oldalt futballoztak. Volt az Zolinak egy nagyon nagy gondolata 7-8 évvel ezelőtt a Facebookon, tényleg egy Barcelona jobban tudom, mint én. Bayern München kapcsán, hogy ez lesz az a meccs, amikor mindkét csapat 75%-ban birtokolja a labdát. Tehát a Guardiola ezt játszotta Barcelonában, és a végén már nem tudtak ezzel nyerni. A City is, tehát hogy nincs benne a falakban, mint ahogy Abramovich is nyert két BL-t, de iszonyatosan sok pénzt tolt bele, hogy tényleg a falak alkalmasak legyenek ennek a befogadására. Ez most timmel a Citynél is, mert azt a pénzt, amit csak azért beletoltak most már tizenvalahány éve, hogy mondjuk egyszer BL-t nyerjenek, az nem férne el ebbe a stúdióban. Tehát nyilvánvaló, hogy ott is megvan ez a szándék. Én nagyon nem értek veletek egyet abban, hogy Guardiolát így leszóljátok, és egyáltalán gondolom, hogy túlérték. Ez a modern... ez a különbség közöttünk. Miért tűnk hozzá, ez egy jó műsor, egy jó műsor. Szerintem a mai modern futball abszolút alapvetés és megkerülhetetlen figurája. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne Klopp ugyanolyan jó edző, ne lehetne Tuchel ugyanolyan jó edző. Szerintem vitán felül egy Klopp sokkal jobb edző. De most ezt miben fogalmazod meg? Tehát, nyilván... Nézd meg azokat a kereteket, amikkel dolgozik. Azzal az anyagi háttérrel. Én most már csak azon gondolkozom, hogy melyikötöktől idézzek. Tőlem! Nem írok jókat a Facebookra. Olvasj el Facebookot. Na jó, meglátjuk, minden esetre fogunk még. De a Villarrealról azért álljunk már meg egy picit, tehát nehogy elmenjünk azért a sárga tenger alatt járó mellett. Nagy edző koponyák, Emery. A Beatles-től idézel most? Sárga tenger alatt járó. Hát ők annak idején, azért sárga tenger alatt járók, mert amikor feljutottak a harmadosztályba, akkor óriási népünnepé volt, és ott a helyi zenekar eljátszott a Beatles-től a Yellow Submarine-t, és akkor rájöttek, hogy... Dirmót ugyanez? Rájöttek, hogy citromsárga a csapat, meg citromsárga a tenger alatt jár, akkor legyen ez a becenzem. Nem, egy 100 éves történet, hogy az akkori elnök elküldte a gyerekét, vegyen szerelést, és
gyerek visszajött, hogy csak sárga és kék van, és mondta az apja, hogy mindegy. És ebből lett aztán elnézést a sárga tenger alattjáról, de valóban az az építkezés, ami zajlik náluk, hogy ők azért ott vannak a spanyol bajnokság élmezőnyön, most talán kevésbé, de az biztos, hogy egy nagyszerű klub. Egy meccsen voltam 15 évvel ezelőtt, akkor építették a stadiont, és egy végtelen aranyos kisváros, egy nagyon kedves kis stadion, ami aztán nagy stadion lett, de az biztos, hogy professzionálisok, mint hogy olasz például Sassuolo, vagy az Atalanta, hogy ott valamit tudnak, hogy folyamatosan ott vannak felül. És akkor megint Pakson vagyunk szerintem, mindjárt. Tehát valamit tudnak. Kis csapat, kis stadion, és ott a Magyar Kupa előtt. Tényleg az, hogy szerintem, mintha valakit két hete, vagy valakit körbent van a városban, két hete, és csinált egy ilyen reprezentatív felmérést, egy ilyen normális közvéleménykutatást, akkor a nagy része, vagy egy jó részét ő kapta azon a válaszképpen, hogy a Bayern München nyeri majd a Bajnokok Ligáját. És ehhez képest ez a Villarreal gyakorlatilag az első meccsen már eldönthette volna, ott tényleg én már nem tudom pontosan milyen XG-jük volt, de elképesztő helyzetek maradtak ki, és aztán behúzták ezt a másik meccset is, úgyhogy ez a Bayern, ez egy rohadt jó csapat. Hát szerintem most a Bayern nincs jó formában, de egyébként nyilván én is azt gondoltam, hogy a Bayern München fogja nyerni ezt az idei Bajnokok Ligáját, ősszel még mindenképpen, tényleg brutálisan jók voltak. Valahogy a Lewandowski körül történő dolgok egy kicsit, mintha az egész csapatra kihatnának, miközben ő neki is szerintem nem csak fejben, hanem fizikálisan is kezd iszonyúan lestrapált lenni, így a szezon hajrájára. És a Bayern sem olyan éles, és hát Emerynek meg volt egy terve arra, hogy hogyan hozza ki a labdát, hogyan próbálja megakadályozni a Bayernnek ezt a brutális fölényét, és hát nyilván szerencsé is kellett hozzá, mert azért a visszavágón... Emery is jobb edző, mint Guardiola. Akkor most Pintér Attiláig elmehetünk, hogy ne, ki jobb most edző még. Vereséggel mutatkozott be a harmadik kerület kis padján. Azt nem is tudtam. Egyébként az európai top... Rengeteg dolgot meg tudsz ebből a műsorból. Igen. Irigyelnek nagyon. az a jó az európai top futballban, hogy elképesztően jó csapatok és szakemberek vannak, és pont azon gondolkoztam valamelyik nap, hogy magamtól idézek egy picit, hogy milyen jó, hogy most így ebben a korszakban élhetünk, hogy Klopp, Guardiola. Én egyébként Simeonét jó edzőnek tartom, és valahol szimpatikus, ugyanakkor, hogy tud elképesztően bunkó is lenni. Tehát ez a gúnyos taps ahhoz képest, mikor az AJK-hoz nyúlt valamelyik szezonba, és úgy mutatta az ellenfél szurkolóinak. Argentinokat ezért szeretjük. Szerintem ez egy nagyon jó mix. És a szimpatikus, nem szimpatikus, azért elképesztő szinten vannak ezek a csapatok. És hát úgy estek szét az ellenfelek, mint mögötted a monitoron, aki éppen. Na, kellett magamtól idézni. Ez nem új berendezés, csak egy készszétesés. Melyik csapatot mintázza? Ez a City. Ez a Paks. Nyilván nem szabad, meg nem is kell párhuzamokat keresni. Én mindig azon szoktam egyiket szórakozni magam, amikor a magyar edzőket nézem, hogy a külső megjelenés, benő melyik iskolához csatlakoznak. Ugye vannak a rendkívül elegáns edzők, meg vannak a maszkónadrágos is. A Macinac is ma már azért nem sokkal. Top futballban talán. Hát azért még előfordul. Hát Klopp azért Macinaciban szokott. Igen. Jó, de azért nem az a Macinaci. De divatban már jók vagyunk. Tehát hogyha most tényleg, tehát bármelyik magyar edző fel tudja venni úgy az Armani kabátot, mint ahogy Kulturatíva fölveszi Simeonét. Ettől még persze nem leszünk jobb focival. Visszatérve még arra, amit a Krisztián mondott, hogy mennyire jók ezek a top csapatok, és akkor még a negyedik párharcról, hogy ez a Liverpool-Benfica. Hogyha csak megnézed a Benficát, hogy olyan játékosaik vannak, ott van ez a Darwin Núñez, vagy ugye most már ugye Liverpoolban van ez a Luis Diaz, és mennyire nem volt köze a Benficának gyakorlatilag ez a párharchoz. Tehát, hogy elképesztő, hogy itt micsoda szintbéli különbségek vannak még, hogy van, tényleg van ez a Darwin Núñez vezette Benfica, és tényleg elájul, és elképesztő futballt játszanak, és a Liverpool meg gyakorlatilag így bejut a legjobb négy közé ellenük a BL-ben. Hát és a Liverpool majd most ugye a Villarreal fog játszani, én azt gondolom, hogy bármennyire is jó edző Emery, és bármennyire is tényleg tiszteletre méltó a Villarreal,
azért a Liverpool gyakorlatilag egy az ő képességeihez képest egészen gyakorlatilag rózsaágyon sétálhat be a Bajnokok Ligája döntőjébe, mert ott, ahol egy Benficát kell kiverned, utána egy Villarreal-t kell kiverned, és ott vagy a BL döntőben, az nem nevezhető. Azért ezzel a Villarreal, hát majd meglátjuk. Bár az nyilván fájdalmas lenne egy Villarreal City döntő. Ugye? Mikor lehetne Real Liverpool is. Hector Raúl Cooperrel kétszer 2001-2003-ba bement a Valencia, majdnem tudott is nyerni egyet a Real egyet a Bayern ellen. De azt éreztem én a Benfica kapcsán is, ahogy volt a Lyon 15 évvel ezelőtt, hogy mindig bejutottak a 8-ba, de az abszolút végállomás. Tehát ott már tényleg dimenzionális különbségek vannak, mint ahogy egy Bayern München tartok a világ legszervezettebb futballklubjának, nem adósodnak el, addig mennek el, azt mondják, hogy nem adunk a Labának 20 milliót, nem adunk Lewandowskinak 25-öt, ha jó, ha nem, jön majd a következő. A spanyoloknál ez a túltöltekezés lett az áldozata a Barcelona, talán a Real Madridnál meg tudták ezt állítani, de az biztos, hogy a világ legnagyobb futballklubban úgy gondolom a Real Madrid, és akkor is azt mondom, hogy ha nem jutnak most tovább a négyből, bár szerintem tovább mennek, de az biztos, hogy tényleg ezek a olyan szervezett és olyan háttérre rendelkező egyesületek, olyan szurkolótáborral, olyan marketinggel, hogy mondom, aki már bejut ugyan a 8-ba vagy a 16-ba, azok is nagyon félelmetes egyesületek, de nem tudják ezt a nívót képviselni. Na hát, és akkor ehhez képest becsüljük meg, hogy Laci Paksra megy mérkőzésre, fölemeli magához ezt a kis egyesületet. Pedig és mehetne az Anfieldre is már. Igen. Ugye Liverpool United. Nem utazunk már messze, gyerek. Na, akkor most egy merész huszárvágásra sportanyagot váltunk, mert gyakorlatilag elvitte az adás idő több mint felét a nemzetközi futballban való vájkálásunk, és azt szeretném, hogy beszéljünk egy kicsit a kosarasokról, akik a fehérvári szurkolóknak szereztek örömet a hétvégén, mert a Szolnokot legyőzni mindig öröm. Elmondom nektek, hogy ezt a meccset ugye elküldtük a szolnoki tévéseknek, mert a vidéki tévék közti együttműködés nem keretében feltettük a szerverünkre, és akkor visszajött egy olyan visszajelzés tőlük, hogy köszönjük szépen, megvan a felvétel, de a kommentátor hang nincs meg. Különösen sávra rögzült a atmoszféra, és akkor ez lehetetlen egyébként, tehát de így gondolkoztam, hogy ezt a meccset én közvetítettem, szerintem Szolnokon automatikusan eltűnik az én hangom. Az elmúlt 20 évben voltak erre példák. Igen, tehát meghallották, hogy ki az kommentátor, akkor nincs meg. És újra küldtétek a hangot? Elküldték, de utána visszaírtak, hogy akkor, bocsánat, mi a ti FTP-tek? Tehát nem tudom, mit vettek le eredetileg és honnan, de végül is... végül is le fog menni, és most már nyugodt lelkiismerettel, mert tényleg semmi olyan nem hangzott el. De így off-tube lekommentálod. Vakon, meccs nélkül. Tiszaligetben nagy kivetítő mellett, és akkor így mikrofonban. Igen. A negyedek között meg lehet kérdezni. És fotózkodni és autogramot osztogatni. Igen, hány légiós volt most? Hát most három légióssal játszott az Alba, mert Stark, aki egyébként az alapszakaszban mindkét meccsen a Szolnok ellen 20 pont fölött dobott, tehát a legjobb játékosunk volt. Ő nem játszott, kicsit emiatt aggódtam is, de azt kell, hogy mondjam egyébként, és ezt már Lacival is többször megállapítottuk, hogy például Pongó Marcellel szerintem elképesztően jót igazolt. Én most már őt hívnám majd, hogy nem az első számú irányítónak. És ami egészen kiemelkedő volt ezen a mérkőzésen, hogy 29 gólpasszt osztott ki az Alba. Tehát a játékosok olyan szinten találták meg egymást, és olyan jó ritmusú volt a játék, ami szerintem az általam látott meccsek közül most volt messze a legjobb. Hogy ez alapján most megint azt mondanám, hogy jó gyerekek, hát akár döntő is, de reálisan nézve, itt ha negyedik vagy, akkor egy Falcóval játszol elődöntőt, és szerintem őket nem lehet megverni egyébként pálya hátrányból háromszor. Pedig ott is hullanak azért nem csak a légiósok, hanem a magyar játékosok is. Hát egyet a Hamról itt néztem a tévében, és ő mondta ugyanezt, hogy tényleg, ha megnézed, csak ezt a meccset nézed meg, akkor azt látszik, hogy ez a csapat tud olyan szinten kosárlabdázni, hogy azt mondod, hogy akár a döntőben is, és akár ott is. De ugye megvan az érendnek a másik oldala, hogy akár képes hazai pályán egy gyengébb képességű csapattól is tök simán kikapni. És nyilván ez már nem ennek a szezonnak lesz a feladata, mert ez már ilyen néhány mérkőzés alatt, meg úgy, hogy jön a playoff, nem fogod tudni megoldani. De hogyha ezt az utóbbi problémát ki lehet küszöbölni a következő szezonra, és marad mondjuk Zollner, amit én nem tudom, hogy mi a helyzet, de például én tartanám, akkor itt igen, és akkor jövőre lehet nagyot álmodni. Mennyi ideje van itt a november 20. Az első válogatott szünetben szerződtették. Ennyi idő alatt ez abszolút pazar dolog szerintem. 11-5-tel zárta az alapszakaszt, aztán 0-2-vel indította a középszakaszt a felsőházban.
De az a 0-2 is olyan volt, tehát egyrészt egyszer két légióssal, egy idegenbeli meccs plusz egy itthon a Falco előtt, tehát hogyha nem a Falcóval játszunk, még az is lehet, hogy azzal az egy légióssal összejön egy bravúr győzelem, mert jól játszott azon a meccsen a csapat. Egyébként abban vitatkozom Tomival, hogy szerintem még ez a szezon is, tehát tényleg arról szól a dolog, hogy egyrészt rengeteg meccs van, a meccsek, amikor szünet volt, akkor is nagyon sokat edzettek, tehát alakul a csapat, lesz nyilván jobb most, mint akkor volt, mikor egy paksit nyerni tudod, és jó esetben, ugye optimális esetben tényleg a rájátszásban a legjobb. És hogyha egy teljes keretet nézünk, akkor szerintem akárki ellen, a Falcót leszámítva én őket tényleg azért teljes keretükkel kiemeltnek tartom. Szombathelyről megkerestek? Következő meccs majd oda megy. Nem, tehát félreértettem, nem úgy értettem, hogy ezzel a kerettel, hanem ahhoz, hogy ez megváltozzon, és ezt ki lehessen küszöbölni, az azt gondolom, hogy a keretbe bele kell valamilyen szinten nyúlni, és egy-egy olyan típusú játékost hozni, hogy ez a győztes típusú, akit, hogyha találnak, akkor ugye nyilván Salló Istvánt is föl kell hívni, mert ők is keresik ezeket. Hogy kell ilyet keresni, igen. Tehát, hogy én erre gondoltam, hogy ez a csapat a DNS-e hozza, vagy benne van a DNS-ében, hogy ki tud kapni bárkitől, és meg tud venni bárkit, és ezt azt gondolom, hogy mentalitásbeli, vagy mentális probléma, amit pedig alapvetően egy-egy olyan játékos érkezésével lehet mondom, megváltoztatni, aki azt a mentalitást hozza magával, mind az öltözőben, hétköznap, és mind hétvégén a parketten, hogy ez ne történhessen meg. A Czolnai nem egy könnyű figura azért, tehát megjött Körmendre, bevitte őket a döntőbe, majd a Covid alatt szintén a második helyen fordultak, az utolsó március 21-én 2020-ban itt játszottak. Frank Turner elképesztő játékával, simán nyertek. Majd utána elindult az új szezon és nem hívták vissza. Tehát nem egy egyszerű ember, nem egy könnyen kommunikáló, nem feltétlenül kell barátságokat keresni, de egy érdekes ember, azt kell, hogy mondjam. Hát azt mondta, hogy a Vojvod Dávid tipikusan az az edző, nagyon akarlok, nincs haverkodás, de a játékosok azt érzik, hogy ha megcsinálják, amit akar, és abból eredmény lesz, akkor nyilván mindenkinek jó. Nem az a fajta edző, aki élből érzi nyilván egy játékos, hogy hát nem. Viszont az se, akivel nagyon könnyű jóba lenni, meg könnyű... Hát igen, de azért aztán felejtsük el, hogy azért volt itt például egy olyan oroszlányi mérkőzés, ami hát nem mondom, hogy szégyenteljes volt, de nem annyira sikerült, és ott mindenkit leszedett a 10 körméről. Mindenkit leszedett a 10 körméről, tehát itt azért volt komoly mélység is, és most mégis arról beszélgetünk, hogy itt a felsőházban, a playoffban vajon... Tehát, ez a soproni meccs azért lesz fontos, mert megnéztem, hogy a Falco elment a mezőnytől 55 pontos, 48 az olaj, aztán 45-45, nekünk van 44, és az biztos, hogy amennyiben nyerünk a Sopron ellen, akkor a Sopront leszakítjuk, akkor biztosan negyedikek vagyunk. Előre tekintgetni azért nehezebb, mert 3 ponttal van előttünk a Körmend, és az úgy gondolom, hogy az legalább olyan jó csapat, mint mi vagyunk. És azt mondom, hogy ha nyerünk, akkor a Soprontól eltávolodunk, és hazai pályáról kezdjük a playoffot. Úgy gondolom, a Sopronnak volt ez a 13 meccses győzelmi szériája, nekik akkor minden jött. Tehát olyan meccseket nyertek, amit normális esetben egy csapat elveszít, de akkor elképesztő lendület vitte őket, és aztán kikaptak Kecskeméten. Most a felsőházban ők még nem nyertek, ráadásul az utolsó meccsüket 102-56-ra veszítették el a Falco ellen, azért az nem volt szép. Tehát én úgy gondolom, hogy ha itt ez a csapat nyer, akkor biztosan negyedik. És egyébként a Sopronnal fog játszani, akkor az ötödik kell ugye a rájátszásban. A Sopron meg is veri. Na, itt jön az a Falco faktor, ami úgy gondolom, hogy pályahátrányból ott, egy nyilván addigra rendben levő vasi csapat ellen, az nagyon nehéz ügy. De hogyha már elődöntősök vagyunk, igen, például a kupában is, hogyha ez a bronz összejött volna, amire volt nagyon komoly esély, mint hogy a döntőre is. Tehát a debreceni győzelem után úgy gondoltam, hogy ez a csapat ilyen könnyen még nem volt döntős. Biztos se vettem a Szolnokot, és azt hittem, hogy mi ezt a Kecskemétet, illetőleg előzőleg a Szegedet megverjük. Egyiket se vertük meg, és hogyha a kupában egy bronzére, akkor már a szezon úgy 11. helyről indulva azzal nincs baj. Most, hogy negyedikek lettünk a kupába, most a bajnokságban kéne legalább dobogóra lépni. Na, ami engem nagyon érdekel, de egyébként beszéltünk már a kézilabdáról is. Tomi már hozta a témát, hogy ugye el kell majd kezdeni kiépíteni egy új csapatot jövőre. Nem vagyunk egyikünk sem nagyon benne a klub irányításnak a mikéntjében.
Ti hogy gondoljátok, hogy mikor kezdődik ez a történet? Én ezt most célzottan azért is kérdezem, mert vannak olyan pletykák, hogy van olyan magyar játékos a kosarasoknál, de a női kézilabdában is ismerünk már számos ilyen történetet, akit megkeresett a konkurencia, és pontosan lehet tudni, hogy merre felé venni az irányt, ha ezek a pletykák igaznak bizonyulnak. Egyáltalán akkor, amikor erről beszélünk, hogy az a kevés jó magyar, és ez mind a két sportágra igaz, ki van, és érdeklődést kelthet mondjuk komolyabb csapatok irányába, hogy őket kell először megtartani, érdemes-e, vagy ki kell várni, vagy azt kell mondani, hogy aki akar, menjen, mennyire kell a szurkolók érdekeit figyelembe venni. A szurkoló nehezen bocsátja meg, ha jó játékost eladnak, pláne saját nevelést. Tehát, hogy hol tarthatnak most ezek a folyamatok, megvannak-e már jövő évi csapatok, nyilván a légiósok nem. Hát ha hozol helyettem már, most csak arra egy szekcióra válaszolva, hogy mert ha elviszik a jó játékosodat, akkor nem bocsátja meg a szurkolót, de hogy Isten, ha hozol helyette egy jót, és azzal még nyersz is, akkor megbocsátják, akkor nem érdekes. Szerintem a saját nevelést, a saját magyar játékost, azt nagyon-nagyon szereti a szurkoló, amikor lát végre. Mert most ugye az a pletyka, hogy... Nem akarok plejkákkal foglalkozni, de volt ilyen a múltban is, egy saját nevelésű és nem saját nevelésű játékos esetén is, lásd Keller Ákos, vagy azelőtt Simon Balázs, hogy itt van, szeretjük, tök jó, aztán egyszer csak jön a hír, hogy na, a nagy lóvés csapat elviszi, és még csak nem is nagyon kapkodott senki, hogy megtartsák őket, miközben mindenki úgy gondolta, hogy ők azért alapvetően ide tartoznak. Hát figyelj, ez nagyon összetett. Amit tudni, Töpfner elmegy Debrecenbe, ő egy szexádi lány, nagyon jól játszott, biztosan fog hiányozni. De helyére elvileg jön egy külföldi válogatott szélső. Tehát úgy gondolom, hogy a kézilabdát... Te benne vagy mind a két klub, tehát ugye valamilyen szinten a kommunikáció, nem a kommunikáció. Nem feltétlenül, de... Te mivel értesz egyet alapvetően, hogyha törekedik erre, hogy megtartsuk ezeket az értékeket, vagy hagyj menjen, aki akar, és még pénzt is kapunk érte. Töpfnerre nem tud mit csinálni. Töpfner egy kikukázott játékos volt. Ő majdnem abba hagyta már. Hát ő Kispestről hoztuk. Tehát, hogy Kispestről hoztuk, ugye? Ez itt a nagy kérdés. Nem volt Moson Magyarul. Vagy Szombathely. Tehát valami tényleg ingázó csapatból hoztuk Töpfner szerintem harmadik szélsőnek. És aztán itt kinőtte magát. És lett belőle egy olyan játékos, aki többször is meghívót kapott a válogatottba. És azt pedig tudni kell, hogy ebben a bajnokságban nem az Albafehérvár a pénzes csapat, sőt, és nyilván, ha egy olyan együttes, mint a Debrecen, amelynek mondjuk reális esélye van rendszeresen nemzetközi kupázni, megkeresi, és rádob a pénzre, már pedig biztos vagyok benne, hogy rádobott, akkor nem nagyon tudsz mit csinálni. Hát én szerintem, bocsánat, már mondd el most már. Nagyon-nagyon jó szezont fut Töpfner, de nem gondolom, hogy egy szélsőn múlnak nemzetközi szereplések, vagy ott esetben dobogók. Én úgy gondolom, hogy a női kézilabda látványos előrelépését az az új csarnok oldja majd meg, ami talán elkészül. Mindig azt mondják, lesz belőle valami, az alapkületételnél ott voltam, azóta eltelt 3 év, nagyon nem történt semmi, de az biztos, hogy De a hajad még mindig tart. De az biztos, hogy ez a csarnok momentán, amikor évente kapta licenszet, hogy alkalmas legyen hazai élvonalra, nem hogy nemzetközi kupára, akkor úgy gondolom, hogy egy olyan középcsapatot kell építeni, és ha majd valóban van új csarnok, ami a kosarasoknak és a kéziseknek új otthona, nemzetközi szinten mobilelátókkal, akkor úgy gondolom, hogy erősebb csapat is épül. Egy dolog a fehérvári női sport kapcsán, hogy egy élcsapat kell, hogy legyen kivezetése egy 18 éves lánynak, aki itt helyben tud egyetemre, főiskolára járni, élsportolni, megélni, családot alapítani, később itt maradni és színesíteni a város közéletét. Jó, Krisztián, te a kézihez akartam? Igen, a kézihez. Tehát, hogy én szerintem a női kézilabda csapat esetében nem várható el, mi több lehetetlen, hogy itt tartsa hosszú távon a tehetségeit, hiszen alapvetően a klub ugye megfogalmazta néhány szezonnal vagy évvel korábban azt, hogy elsősorban a saját nevelésűekre vagy a fiatalokra építenek, és akkor próbálják őket kiegészíteni rutinosokkal. Hát most kinőtte magát Töpfner Alexandra, mit mondasz neki? Igen, semmit, és inkább egy pillanat, és nem is tudsz mondat. Neki nyilván többet kínálni, bocsánat. Persze, hát meg a fölbúrla az öltöző egyensúlya, nem lehet. Főleg egy egész szélsőnél, ami nem feltétlenül kulcspozíció. De nem, amit te mondtál, csak arra akarok reagálni, én sokkal inkább hiányolom a kommunikációt, és abban azért látjuk, hogy Balázs Imre, akit én nagyon-nagyon kedvelek, de ebben nagyon-nagyon konzervatív.
és még más kluboknál már gyakorlatilag tisztában vagy azzal, hogy mondjuk milyen kerettel vág neki a következő szezonnak, vagy 90%-ban tisztában vagy ezzel, addig mi sejtünk, hallunk dolgokat, hogy ki lesz, de nyilván nem írhatjuk meg, mert nem lehet. És hogy nekem ebben van egyébként hiányérzetem. Én azt gondolom, hogy ez nem csak ő rá jellemző, egyébként valóban itt Fehérváron amúgy sem teljesen mindegy, hogy a hokit, a kézit, a kosárlabdát nézett, vagy pláne a focit, nem zajlik egy túlzottan nyílt és azonnali kommunikáció, amit a szurkolók sokszor egyébként nehezményeznek is. Igen, de csak mindegy... bocs, csak a fociban megvan az, hogy ha valakivel aláírták a szerződést, akkor elkészül a fotó, sár... Bejelentik, igen. Én kosárba, hát lehet, hogy itt még nincsenek, csak ilyen szóbeli megállapodások. Ez kizártnak tartom, mert a piac gyakorlatilag kézilabdában bezárt. Tehát ilyenkor megvannak a keretek. Én azt a maradékból tudsz nyáron mazsolázni. A Krisztiánra rácsatlakozva, hogy valóban a női kézilabda egyébként tényleg olyan klub jelenleg, és a Laci is mondta, hogy majd talán valamikor a közeljövőben lehet nagyobb terveket. Jelen pillanatban ez az a csapat, amelyik, hogyha talál egy gyémántot, csiszolgatja, nagy csapat elviszi, teljesen evolúciós a dolog, de a kosárlabda más. Ez a kosárlabda klub, ez 20 éve hirdeti teljes joggal, hogy mi a magyar elithez tartozunk. Itt nem indul úgy szezon, hogy ne a négy közé kerülés legyen a cél, ne a nemzetközi szereplés vagy a magyar kupában. És pluszban most már azt hangoztatja ugye jó néhány éve, amióta akadémia van, hogy óriási és különleges szerencsénk van, mert a 23 éves szabálynak is itt 3-4 játékos tök jó megfelel, bevethető. Ha van egy klubod, amelyik jól akar szerepelni, és van akadémiára, ahol fölhozható fiatal, azzal nekem nem fér össze, hogy azt elengedjük az első pillanatban a konkurenciához. Akkor pont azt hazudtoljuk meg, amit hirdetünk, mert vagy nincs olyan célunk, hogy olyan legyünk, mint a... De most olyanról beszélünk, amiről még szó nincsen. Nem, én csak erről az elméletről beszélek, hogy elengedjük-e a tehetségeinket könnyedén, mondvá, hogy jó, hát mennyivel többet tud fizetni. Szerintem Magyarországon a Falcon kívül nem tud minőségileg, nagyságrendileg több pénzt fizetni egy játékosnak kosárcsapat. Úgyhogy hát majd kíváncsi leszek erre, de nyilván ez most még nem ennek a szezonnak a témája. Beszélünk klubhűségről. Tipikus példája volt a jégkoromban annak idején ifja Bocskai Gábor és Palkovics Krisztián. Nekik volt ajánlatuk, nagyon komoly ajánlatuk Szeredáról, végül nem vállalták. Kisocskai volt Kladnóban próbajátékon, meg is felelt, de aztán edzőcsere lett. Ott nagyon nehéz úgy, hogy a falakon csak olimpiai bajnokok vannak, egy magyar jégkorong bármennyire is tehetséges, egy magyar hokis, ott azért Kaberle és a többiek után, ráadásul Jágr édesapja volt akkor az elnök. És még a jégkoronghoz ez a példa, hogy a Palkovics Krisztiánnak is volt ajánlat a Szlovákiából, az Ólyomból, hívta a Dunajváros, és Ocskai Gábor mondta azt neki, az idősebb, hogy Palko majd akkor mennyire, amikor én mondom. Neked nem lesz jobb, nem adnak annyival többet, egy másik magyar csapatban nem leszel semmivel sem megbecsültebb, mint nálunk. Nyilván Mifé Bocskai Gábor különösen szeretett volna maradni, hiszen tényleg minden ide kötötte, de az biztos, hogy a klubhűséget egy kicsit a mai világ felülírta. Tehát amikor idejött egy labdarúgó vagy bárki más városból, nagyon fontos volt, hogy adott esetben a Fejér megyei hírlap és a Nemzeti Sport milyen osztályzatokat adott. És külön megjegyezték, mindig meccsúta, hogy egy-egyen jobbat, és ma már ezek az emberek azt se tudják, hogy ezek a napi lapok léteznek. Tehát nem érdekli őket. Tehát változott a világ, és tényleg zsoldosokról beszélünk, és tényleg egy sportoló most már jutott a tudatában addig, hogy van egy 15-20 jó éven, megkeresem, amit lehet, és nem nagyon érdekli. Tehát onnantól kezdve, hogy a vidi futballistának a 90%-a nem itt él, miért kell, hogy feltétlenül érdekelje, hogy ebbe a városba, ami nekünk fontos, hogy mi zajlik. Pont egyébként tegnap délután ez jutott eszembe, hogy mesélted nekem egyszer, hogy az osztályzatok mennyit számítottak annak idején. Meg már semmit. Jaj, bizony, és még képesek voltak fölhívni. Volt olyan labdarúgó, aki mondta, hogy... Újságírót. Volt olyan labdarúgó válogatott futballista, Kuttor Attila volt, azt például mondja, hogy hát hogyha... Vigyázz, mert kutyát szólam, láttam itt a napokban többször is. Sétát adni? Itt lakik. És ő azt mondja, hogy végül is, ha jót írszolom a hírlapba, vagy valahol, még akár a Kiskegyedbe is, mert akkor az 780 ezer példányba ment, azt mondja, ez nekem fontos. Tehát ma már tényleg úgy gondolom, hogy mint ahogy a hokiban is, hogy kikapnak a Debrecentől a Magyar Kupába, annak a 11 külföldinek ez egy meccs a sok közül. Ők nem gondolják azt, hogy ez egy roppant kellemetlen dolog, és nem érdekli, mint hogy jött egy külföldi kosaras, és leigazolt az Alba, és mondtam, járt-e Magyarországon, nem járt soha.
És kiderült, aztán kaptam a leveleket, hogy mondta, hogy soha nem járt, fogalma nincs semmiről. Körmenden játszottak 3 évvel korábban az olasz csapatával, és nem emlékezett az egészre, azt se tudta, hogy hol van, leszállt hát a Cseháton. Eljött piros-feketék, volt a 2000 csarnokban, meg volt győződni Ausztria. És fogalma nincs, hogy most hol van. Hát, jó, de még, hol hát miért most Gyulai Memoriálon, mikor eljönnek ide, itt a sajtótájékoztató Hotel Magyar Királyban, és nagyon tetszik neki Budapest. Jó, hát ők, hiszik, akik Budapest, egy napra jönnek, igen. Az nyilván más. Egyébként... Ne haragudj, én mindig tudtam, nem voltam jó, sok jó, országban. De nem ugyanaz a téma, csak azt mondtam, mert az, aki itt játszik, meg Magyarországon keresi a kenyerét, az nyilván tudja már, hogy hol van, meg mit csinál. Csak ez is azt támasztja, amit a Laci mondta, hogy mennyire. De jó, hát, Ambrose Martin annyira szereti Magyarországot, meg Győrt, hogy képes őre menni a nála picit magasabb. Ebbe a témában nem fogunk belemenni, mert ahogy neked és nekem elfogyott a víz, úgy fogyott el az adásidőnk is a pillanatban, még annyit akart. Igen, oda, hogy nyilván az U23-as szabály, illetve az, hogy milyen kevés jó fiatal van, és ez sok sportágra igaz, ez meg azt hozza, hogy tényleg a menedzserek, illetve a pénzügyi követelések is aránytalanul nőttek meg, és ennek is köze van az, hogy ki mennyit hajlandó maradni egy helyen, illetve figyelembe venni ezt a bizonyos klubhűséget. De az is egy érdekes, hogy miért nőttek meg, mert ennyit adnak a játékosok. Klubhűség van, de legalább annyit adjál, mint amit adnál az azért, mert és azért, akkor, van, és akkor klubhűség van az a pénz, amiért szerintem ez maradni. Ez gazdaságilag a kereslet kínálatta magyarázzák, kevesebb a kínálat, mint amennyire kereslet van, mert hogy nincs jó játékos elég. De jó újságíró szerencsére még mindig nagyon sok van, úgyhogy És egyébként visszakanyarodtunk egyébként a klubhűséggel. Valamennyire Pikéhez. Jó. Nem? Köszönöm szépen a figyelmet, mert hogy lejárt az adás, így immár sokszorosan. Köszi, hogy itt voltatok. Jövő héten folytatjuk. Viszontlátásra. Game.